ezt a régi rm ennyet ezt így agyaltam ki, hogy régi magyarországi nyomva hogy nem könyvekre, ne szorítkozunk, szóval hanem az egyleveles is legyen benne, szóval ezt, ezt fundáltam ki, és, és ez talán így be is jött, és valóda azt a munkát fedi, ami mai napig is, és adja Isten minél tovább folytatódjék. Borsa Gedeon elve az volt, hogy mindig valaki azzal foglalkozik, ami az a legjobban ért. Minden, de minden létező nyomdatörténeti, könyvészeti problémával hozzámentem, előadtam neki, és amit ő válaszolt, az abszolút megbízható volt. Arra mérnyet lehetett venni, meg lehetett csinálni úgy, ahogy volt. Úgyhogy az, hogy szerintem ez a harmadik kötet jó lett, az igen nagy mértékben benne van a, a kidamunkája. Borsa Gedeon nekem az egyetemen tanárom volt, amikor, meg kellett adni a szakdolgozati témát, akkor hozzáfordultam segítségül, hogy tudná -e nekem történeti témát ajánlani. Amikor én 1998-ban ide kerültem az országos Széchenyi könyvtárba, a régi magyarországi nyomtatványok a kutatócsoportba, akkor Borsa Gedeon természetesen már egy élő legenda volt. Borsagedeon sokat hangoztatott mondása volt, hogy az a cél a nyomtatörténeti és típuskutatási céljaink az kell lenni, hogy egy tenyérnyi idegen nyomtatványról is meg tudjuk állapítani, hogy azt Magyarországon nyomtatták-e, és ha igen, hol, ki, mikor. A tipográfia honlap létrehozását kezdeményezte a könyvtár. Ennek első lépéseként a klávész nyomda adatbázis feladata volt, hogy ezt megvalósítsa. Egyébként ez is Borsa ötlete alapján született szintén Borsa Gedeontól eredő koncepció az, hogy látta, hogy ennek a nagy munkának az elvégzése több generációs feladat lett, lesz, és mindig figyelt arra, hogy újabb és újabb generációkat tudjon bevonni ebbe a munkába, és megtanítani őket ennek minden csinyára, bínyára, és így lett tulajdonképpen egy második generációja az eremeny szerkesztésnek. Ehhez a köröz tartozott Vásárhelyi Judit is, aki akkor az osztályvezető volt. Viszont akkor már nagyon érett az, hogy egy harmadik generációra is szükség lenne. Az a nagy szerencsém, és ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Vosa Gedeon nyugdíjba menetele után is szinte naponta bejárt a könyvtárba, amikor éppen nem külföldön dolgozott minden nap, jött és így szemmel tartott minket. Tehát nagyon nagy dolog volt az ő keze alatt dolgozni, tudom, hogy minden írásomat megmutattam neki, és szárnyaltam az örömtől, amikor rá volt írva egy plácet, hogy tetszik. Mostan nyugdíjba mentem, de hát az eleménytől nem váltam meg, mert azért lektoráltam, meg szóval rajta tartottam, na, nem tartottam rajta a kezet. Minden kérdésre igyekeztem a legjobb választ ha kérdeztek. Nem kotyogtam bele, de tudták, hogy a bármi probléma van, nyugodtan kérdezzék meg. Én igyekezni fogok a legjobb az korábbiak ismeretében, annak megfelelően a legjobb választ adni.